mai napon is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem az izgalom már a tetőfokára hágott, hogy milyen érdekes matematikai problémákat kell a mai nap során megoldani. Akkor ahogy megbeszéltük bent, függvénytáblát nem hozol be magaddal, okos órát, semmilyen órát, illetve telefont sem hozol be magaddal. Ezt majd bent a teremben meg is fogjuk nézni, hogy valóban így történt-e. Mielőtt elfoglalták helyüket a diákok, előbb gyors tájékoztatást kaptak arról, hogy mit szabad és mit nem lehet bevinniük az osztályterembe az érettségi ideje alatt. Tolnán, a Szent István Katolikus Gimnáziumban idén több mint 50 végzős tesz számot tudásáról. Van ugyebár pótlap, ha igényel valaki. 9 óra előtt néhány perccel pedig elkezdték kiosztani az idei matematika érettségi feladatlapokat. A vizsga 180 perces, tehát fontos a koncentráció, ennek érdekében többen édességet is vittek magukkal. A diákok használtak függvénytáblázatot, körzőt, vonalzót, szögmérőt és zsebszámológépet is. A harmadik napon már mondhatni rutinosak voltak a diákok. Ezt megelőzően sokkal nagyobb volt az izgalom a végzősök körében, ennek ellenére felkészülten álltak a próbatétel elé. Koffein, jó sok koffein, szerintem az is így mindenkinek közrejátszik. Más ilyen egyéb kavolám nincsen nagyon, csak a realizmus. Többiekkel, hogy beszéltük, nagyjából erre számíthattunk, a novella is Lázár Ervin volt, ami a próbaérettségén is szerintem nagyjából sikerült tudásunknak megfelelően mindent leírni, meglátjuk az eredményeket. Egy kis félelem mindig van, de szerintem a felkészítés, meg a felkészítő tanárok nagyon jó munkát végeztek, úgyhogy amilyen tudást csak érettünk, azt mindent megkaptunk, ennek reményében vágunk neki. Gráfok, halmazok, százalék és valószínűség számítás, illetve koordináta geometria. Az első részben ilyen témakörökből kaptak feladványokat a tanulók. Ezek megoldására 45 percük volt, és maximum 30 pontot gyűjthettek össze. A második részre 135 percet kaptak, és legfeljebb 70 pontot szerezhettek. Valószínűség számítás, de azt úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy ilyen sarkalatos pontja. Hát a többit azt meg nem tudom, azt azért próbáljuk megcsinálni. Mindenképpen egyetem, reményem szerint Óbudai Egyetemre megyek, mérnök informatika szakra. Hát ahogy ott mennyire sikerül tanulnom, vagy mennyire élvezem egyáltalán, azt majd eldől, de hát belevágunk. Hazánkban a tavaszi vizsgaszezonban összesen több mint 74 ezer végzős középiskolás érettségizik. 50 diák körülbelül, ebből tegnap is, ma is, holnap is többen emelt szinten érettségiznek, úgyhogy itt a középszintű érettségi zajlott. Nagy volt az izgalom persze, mint mindig, de úgy tűnt, hogy ez a feladatlap, a szövegértési feladatlap is teljesen diákbarát, tehát érthető, nem rettenetesen bonyolult, érdekes viszonylag a téma is, és tényleg meg tudtak vele küzdeni a diákok. Talán az idő volt az, ami azért szorította őket, tehát láttuk, hogy az első részt sokáig, tehát tényleg az utolsó percig írják, hiszen egy rövid szövegalkotás is volt benne, de annak a témája is teljesen elfogadható, és tudnak a diákok ezzel a témával foglalkozni, van véleményük róla. A második rész pedig a műelemzés, egy novella, Lázár Ervin novella elemzése volt, ami hát valószínűleg nagyon tetszett a diákoknak, hiszen ez nálunk szóbeli tétel is lesz. Úgyhogy ha tényleg készültek már rá, már pedig igen, tehát volt próbaérettségi szóbeli is, akkor valószínűleg sokan nagyon jól jártak, mert ismerős volt a kötet, amiből volt a novella, maga a szerző is, a stílusa, úgyhogy valószínűleg örültek neki sokan. Az összehasonlító verselemzés is megközelíthető volt, érthető volt, egy Petőfi és egy Tóth Árpád verset kellett összehasonlítani, és éppen Csokonairól szólt mind a két vers, vagy Csokonaival volt kapcsolatos mind a két vers, hogy valószínűleg itt is születhetnek jó elemzések, dolgozatok. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében tényleg lehet színvonalas jó dolgozatokra számítani.
Az igazgató hozzátette, hogy az elmúlt időszakban rendkívül sokat foglalkoztak a diákok felkészítésével. A matematika az azért mindig izgalmas, valószínűleg most is, bár mondom, többen emelt szinten is érettségiznek, hogy nekik valószínűleg nem annyira. Bízunk benne, hogy sikerült a fölkészülés. Nagyon-nagyon készültek, kollégák is nagyon sokat foglalkoztak órán kívül is, tanórákon kívül is, diákok felkészítésével, kinek hogyan kellett, van akinek arra volt szükség, hogy a legegyszerűbb feladatokat gyakorolják be, és van akinek meg arra volt szüksége, hogy az emelt szintű feladatokra készüljenek, és azokat tudják megoldani, úgyhogy bízunk benne, hogy jó fog sikerülni. Szerdán, a harmadik napon történelemből bizonyítottak a fiatalok, idén a keresztény vallástól egészen a magyarországi előregedő társadalomig kellett eljutniuk középszinten az első, rövid feladatokból álló részben. Ezen kívül előkerült a feladványok között az első ipari forradalom, a Szovjetunió és Hunyadi Mátyás is. Emellett még két esszét kellett megírniuk. A hét második felében angol, illetve német nyelvből kell bizonyítaniuk a diákoknak. Az írásbeliknek május 26-án lesz vége, a vizsgai időszak pedig a középszintű szóbelikkel zárul, június 19-e és 30-a között.